Pál apostolnak Filemonhoz írt levele 15. és 16. verseit olvasom. Mert, hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is, szeretett testvéred. Az apostol itt nem csak, hogy védi Onesimuszt, hanem utal arra is, hogy Isten itt különösen cselekedett. Ebben az engedetlenségben, amit Onesimus elkövetett, hogy otthagyta a gazdáját, Isten új megoldást talált. Fölhasználta ezt a rosszat, vagy engedetlenséget arra, hogy Onesimust élő hitre segítse. Hát ez valami csodálatos, ahogy Isten tud kombinálni, és adjunk is hálát neki, mert mindegyikünkért mennyi mindent megtett. Én egy fiatal körben, ilyen házas körben szolgáltam valamelyik szombaton itt a közelben, Fóton, és azt hiszem, hogy 5-6 pár volt együtt. És mielőtt elkezdtem volna a szolgálatot, azt mondtam, hogy ide figyeljetek, akkor inkább azt vegyük először, hogy ki elmondja, hogy hogy jutott Istenhez, vagy Isten hogy talált rá, Jézus, és egymáshoz hogy találtatok. És hallgattam őket. Kb. Másfél óra telt el, mire végigértünk, úgyhogy ma az én szolgálatomra sor se kerül, de valami ámulat volt a számomra, hogy Uram, hát az nem igaz, hogy te mennyi energiát fetszoltál ebbe a néhány párba, hogy úgy terelted, úgy igazgattad az útjukat, úgy zártál el, úgy vezetted nyomra. Hát mit végzelt ezen a világon? Ámulat, testvéreim. Ha visszagondolunk odáig, hogy József, ugye a legkézenfekvőbb példa, hogy a testvérei eladják, és mit hoz ki ebből Isten? Vagy Pál apostol megy Damaszkuszba, üldözve a keresztényeket, és mit hoz ki abból Isten? És a te, meg az én életemből azt mondja, hát lehet, hogy azért kellett ez a cserbehagyás, ez a szökés, hogy ő rátaláljon az Úrra. És nyilván így is volt, mert Isten kihasználta ezt. Nyilván nem mondhatjuk, hogy szökjön mindenki, és akkor rátalál az Úrra, nem így megy ez, de hogy közben Filemon, te nem egy rabszolgát kapsz vissza, hanem egy testvért, aki másképp fog szolgálni téged. Egészen biztos. Más szívvel. Testben is visszakapod, és mint testvért az Úrban. Ez is nagyon különös. Most gondoljátok el, hogy mehetett ez, hogy ez tényleg csak az Úr tudta intézni, hogy a rabszolgatartó meg a rabszolgája együtt imádkozzanak. Hát abszurdum, azt mondanánk, de Istennél nincs lehetetlen. Ő ugye nem változtatta meg a rabszolgaság intézményét ott akkor, de aztán eljött az idő. Egyelőre azt mondta a szolgáknak, hogy igyekezzetek úgy szolgálni, hogy becsületet szerezzetek a hitnek. És azt mondta az uraknak, ha hitre jutottak, hogy úgy kezdetek úgy bánni a szolgáitokkal, hogy az Úr előtt álltok. És nektek is van uratok a mennybe, hogy kedves legyen ő előtte. Legyen hálás a szívünk, testvéreim, hogy most is rengeteget dolgozik, értünk az Úr. Idébb mozdít dolgot, tovább vezet,
rávezet a nyomvonalra, elzárutakat megnyit, mert neki jó terve van, és áldott legyen a terveiért, hogy mind halálig tervez velünk, gyermekeivel, és aztán majd oda átlátjuk a folytatást, hogy mi jön ki a tervekből.